A Hévízi Festetics téren csendült fel a Zenélő Magyarország program sorozat keretében a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának szabadtéri kamarakoncertje. A kezdeményezés során a Magyar Rádió zenei együttesei járják körbe az ország régióit, és viszik el a muzsikát az arra járóknak. Több helyszínen különböző formációkban szórakoztatják a közönséget. Az volt a célja, úgy gondolom, hogy végre kimozdulhassunk ebből a több hónapos bezártságból, és megmutathassuk magunkat, egyrészt mi is játszhassunk, és ami a hivatásunk, ami az életünk, azt tulajdonképpen éljük. Másrészt pedig, hogy elhozzuk a komoly zenét különböző városokba. A hévízi koncerten a zenekar fúvós művészei egy darabot Mozart B-dur szerenádját hozták el a közönségnek. Szepesi János kiemelte, ez a műalkotás nagyon közel áll minden fúvós szívéhez. Rendkívül élvezetes dallamokkal fűszerezett darab, amit szívesen játszanak. Kozár Melinda 2014-ben csatlakozott a Magyar Rádió szimfonikus zenekarába. Örül, hogy a karantén időszak után újra együtt zenélhet a csapattal. A művész oboán működik közre a koncerteken. Ez egy duplanádas fafúvós családba tartozik. Ide tartozik még a fagot, illetve a klarinét csak a szimplanádas, és így mindannyian a fafúvós csoport része vagyunk. A koncertsorozat részeként a szimfonikus zenekar már több helyszínre elvitte a komoly zenét. Játszottak már például Tatán, Komáromban, Pápán és Budapesten is. Hévízen volt a 7. koncerthelyszín. A zenekar egyébként most játszott először városunkban. De bíznak benne, hogy ezután visszatérő vendégként varázsolhatják el muzsikájukkal a hévízi közönséget.